Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai beszélgetésünk rendhagyó lesz, mégpedig azért, mert arra gondoltunk, hogy aktuálissá fogjuk tenni a fehérvári beszélgetéseket, mégpedig mindazokról a témákról fogunk ettől a pillanattól kezdve beszélgetni vendégemmel, rendszeresen természetesen, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Vendégem tehát Lukácsi József, a Vörösmarty Társaság alelnöke, de nem mint alelnök, hanem a közírót, azt az embert fogjuk kérdezni aktuális témákról, amelyek foglalkoztatják hazánkban élőket, és amelyek rendkívül fontosak, valljuk meg. Tehát súlyos kérdések merülnek fel, és hát mi mással kezdenénk, mint a koronavírussal. Hiszen ez a járvány megrendített mindenkit. Nemrégiben úgy fogalmaztál egy nagybőjt időszakában megjelent írásodban, hogy feléljük a teremtést. Mélyüljünk el ebben a kérdéskörben, hiszen idestova három esztendeje most már velünk van, és úgy tűnik, hogy nem múlik. Köszönöm a meghívást, én is mindenek előtt köszönteném a kedves tévénézőket. Hát igen, ezt nem csak, ez tulajdonképpen a koronavírus járvány ennek a mondatnak, hogy feléljük a teremtést, egyik következménye is lehet. Sok minden mással együtt, ami a világban is most történik, a civilizált világ fő részeit értem ezzel alatt Európát, az észak-amerikai kontinenst, a közel és távol keletet, az afrikai kontinenst súlyos negatív értelemben úgy szintén. De valóban most már több mint két éve a nanométerek világába tartozó koronavírus által okozott fertőzés, talán nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy félelemben tartja az egész világot. És ebben ez dominálja a mi mindennapjainkat, az életérzésünket, és ma már az egyik, ha az emberek beszélgetnek egymással, akkor majdnem az első vagy a második kérdés mindenképpen az, hogy be vagy-e oltva, és hány oltásod van meg. Ugye az oltással vagy vakcinálással ugye tulajdonképpen azt csináljuk, hogy a vírus fehérjének egy részét a gazdaszervezetbe juttatjuk, és ezáltal váltunk ki egy úgynevezett immunválaszt, tehát az ellenanyagok és antitesteknek a képződését a fertőzéssel szemben és a betegséggel szemben. Talán hiba még megismételni azt lényegében, hogy a vírus szerkezete és hatása illetében, a hatását illetően három mondatban mi a lényeg. Ugye a vírusban lévő hírvívő úgynevezett messenger RNS ribonuklein sav által kódolt információ alapján keletkeznek a vírus felületén az úgynevezett kis fehérje tüskék, amelyekkel a vírus a gazdaszervezet sejtjeinek a sejtmembránjába kapaszkodik, és ezen keresztül fejti ki a fertőző hatását, és az oltások által tartalmazott anyag éppen ezeket a fehérje képződményeket bénítja, ezeknek az illettani hatását akadályozza meg. És mindenképpen itt meg kell említenünk ugye Karikó Katalinnak a zseniális találmányát, ami azt jelenti, hogy ezt a messenger vírus tulajdonképpen szintetikus anyagként géntechnológiai, génsebészeti formában viszik be a szervezetbe, és ilyen formában fejti ki a hatását. Ez mégpedig ezt olyan formában, ezt a fehérje részletet olyan formában viszik be a szervezetbe, hogy szintén ilyen nanonagyságú lipidtár zsírsejt ebbe van ágyozva, hogy semmilyenféle testnetben ne oldódjon fel. Aztán vannak úgynevezett, ezek a Pfizer és a Moderna vakcinák, aztán van a Sputnik, illetve a
az AstraZeneca vakcina, ahol mindig egy szállítót, egy vektorvírushoz, egy általában ez egy adenovírus, kapcsolják ezt a fehérje részletet, és úgy viszik be a szervezetbe, és van a hagyományos, az egyszerű influenza vírusok szerkezetéhez hasonló vakcina, amilyen a Sinopharm is, ami az egész vírus tartalmazza legyengített formájában, és mikor a szervezetbe visszük be, akkor aktivizálódik. Nagyon fontos kérdés, hogy nyilvánvaló, hiszen az első-második hullám az megviselte az egész világot, mondhatjuk. Borzalom volt, hiszen rengeteg áldozatot követelt. Megjelentek az oltások, és a legnagyobb meglepetésünkre, mondom én, tehát a józanul gondolkodó ember másként nem is gondolkodhat, azt kellett tudomásul vennünk, hogy nagyon sok oltás ellenes jelent meg, holott, én azt mondom, és itt most Európáról, sőt Magyarországról beszéljünk, hogy mindenki tudomásul vette annak idején az influenza elleni oltást, használja is, egyáltalán nem volt ellenérzés ezzel szemben. Nagyon is jól tudjuk, hogy milyen járványok voltak a középkortól a 20. századig Európában, illetve Magyarországon. Mindenki azt hitte, hogy ezt a teljes társadalom, tehát széles tömegek támogatni fogják. Így is fog, így is van. Ugyanakkor rengeteg vírusszkeptikus jelent meg az elmúlt időszakban. Ez vajon minek köszönhető? Szülők, nagyszülők, nagyszülők, szülők, gyermekeket tettek ilyen értelemben veszélyeztetetté. Hát az egyik dolog az, hogy mivel ez a járvány pillanatok alatt elterjedt a világba, és szinte azt mondható, hogy párhuzamosan az európai földrészen, a két amerikai kontinensen, ugye Kínából indult el, az afrikai kontinensen, Ausztrália, Új-Zéland, majdnem egyszerre párhuzamosan okozott hirtelen nagyszámú fertőzést, és nem csak a fertőzés száma növekedett méltányi haladvány szerint, hanem a megbetegítő képesség ezeknek a vírusoknak nagy volt, és az rettenetes félelmet keltett tömegekben, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon sokan tulajdonképpen a különböző online felületekről tájékozódnak, amelyek tisztelet a kivételtől eltekintve nagyon sok butaságot és valótlanságot állítanak, és ezért bizonyos szerzők ezeket az elméleteket, amiket a szakmai tudás megfelelő tájékozottság hiányában lévő emberek olvastak, egyfajta idézőjelben mondva szektás gondolkodásnak nevezték el, hogy különböző rémhíreknek és félelemkeltő megfogalmazásoknak felülve nagyon sokakban félelmet keltettek. Ez a félelemkeltés nyilvánult meg a szkepszisbe, aztán az oltás ellenességbe, és ráadásul hosszú idő el kellett terjen a fertőzés kialakulása, a megbetegedések elterjedése és az első vírusok elalakítása, tehát a megbetegedések megléte és az oltások elkezdése és az átoltottságnak bizonyos szintű megszületése a különböző társadalmakban és országokban. Ez a másik dolog. Aztán, hogy a harmadik dolog pedig az volt, hogy a nagyon nagy része, be kell látnunk, még a civilizált világban is az embereknek, ahogy telik az idő, és minél fiatalabb generációkkal vagyunk körülvéve, már a középgenerációktól számítva lefele XYZ generációkig, senkit meg nem bántva el kell mondani, hogy az általános műveltséghez szükséges lexikális tudással nem rendelkeznek. Ezért mindenféle fajta rémhírnek felültek, és kialakult egy oltásellenesség, és aztán persze ezt felhasználta különböző helyeken a politikum is, attól függően, hogy egy országban éppen a politika, a gazdasági élet milyen szinten, vagy a politika milyen stádiumban van. Egyébként nagyon szomorúnak tartom, hogy mindentől függetlenül, hiszen én úgy gondolom és azt hirdettem, függetlenül attól, hogy olykor szigorúan fogalmazok,
hogy teljesen mindegy az, hogy kinek milyen nem az alapvető értékeket, hanem az életmódját, életvezetését illetően milyen mentalitása van, milyen életvezetés gyakorol, milyen politikai preferenciáik vannak, mit olvas, mit néz, de a lényegében a nagy közös nevezőket illetően itt az országban mindenki, minden magyar állampolgár tulajdonképpen egy közösséget kell, vagy kellene, hogy alkosson, és nem kéne bizonyos marginális dolgok alapján olyan divergenciák keletkezzenek, ami az együttélést lehetetlené teszi, és egymással szóban nem álló politikai táborokat alakít ki. Ezt nem kellene csinálni. Persze azt se lehet csinálni, hogy van egy oldal, akinek mindent szabad mondani, és szabad sértegetni, gyűlölgöt, és van egy oldal, amelyiknek ezt el kéne szólni, tűrni és hallgatni kéne. Én egy néhány éve megszoktam, sosem hallgattam, de néhány éve leszoktam erről a hallgatásról, mert úgy gondolom, hogy azokat is meg kell védeni, akik vétlenek és akik eddig hallgattak. De azt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a svédországi magyarok egyik elnökségi tagjával kerültem, én ismertük mi egymást már régóta közelebbi kapcsolatba, akkor, mikor a svédországi magyarok székházát a magyar kormány pénzügyi adományainak segítségével is tatarozták. Bizonyos információkat kellett neki megszereznem, és ők küldött nekem ezelőtt vagy egy ilyen 3 héttel egy elég hosszú levelet, amiben azt írja, hogy ő részletesen utána nézett, és a közép-európai, nyugat-európai és a dél-európai országokban Magyarország volt az egyetlen ország, ahol parlamenti párt politikai célok miatt nagyon erőteljes, mondjuk a kínai és az orosz oltások ellen, oltás ellenes kampányt folytatott, és ennek az a negatív hozadéka, és részben Csolány Szilveszter, Isten nyugtassa, ennek lett az áldozata részben, hogy az embereknek az önbizalmát és az oltással való védekezésben való hitét gyengítették. És ez nagyon kártékony társadalmilag, akkor, amikor itt az egészségügy, a mentők, az orvosok, az ápolónők heroikus munkát végeztek, és a magyar állam megtett mindent azért, hogy az ehhez szükséges eszközöket, maszkokat, berendezéseket, lélegeztetőgépeket beszerezve, hiszen Magyarországon 241-szer szállt le kínai repülőgép ilyen felszereléseket hozva, és hogyha gazdasági értelemben nem lett volna keleti nyitás, Kína fele mondjuk, akkor nem lett volna honnan ezeket az eszközöket beszerezni, mert a kínai repülőterek nem csak Pekingbe, gyakorlatilag a repülők közötti tömegek jártak, akik próbáltak már a különböző szolgáltatókkal még az áruk lepakolásos átpakolása előtt megegyezni, hogy kinek mit és mennyit szállítson. Igen. És ebben mondjuk a gazdasági és külügyminiszter ebben a dologban, Szijjártó úr nagyon ügyes volt és nagyon hatékony munkát végzett. Arról nem beszélve, hogy az is furcsa mindannyiunk számára, sőt felháborító, hogy van olyan párt, aki most az országgyűlési választásokra oltás ellenességgel Elképesztő. Folytassuk, tehát a vakcinákról már beszéltünk, tehát az oltás fontos. Ugyanakkor most már az 5. hullámot szenvedjük, az Omikront és felvetődik. Különböző szaklapokban mondják, hogy nem ér véget, bár most már nem olyan súlyosok a következmények. Mi történhet az Omikron után? Hát az Omikronról mondjuk néhány szóban csak azt kell tudni, hogy ugye ezt Dél-Afrikában, de aztán a legfrissebb információk szerint annak idején Botswanában fedezték fel és azonosították először, és aztán ezt az Omikron nevet kapta, ami tulajdonképpen a görög ABC 15. betűje, ami a magyar főnek egy kicsit furcsa, mert a mikron ugye az a milliméternek a milliómod része, és ha valamilyen szomali az óbetűt oda tesszük, az mindig ózsdit, régit, régiest jelent. Úgyhogy ez egy olyan kicsit furcsán hangzott, de most már megszoktuk. Nem is ez a lényeg, hanem azt, hogy ennek az a tulajdonsága a többihez képest, mert volt itt ugye a brit, a legismertebbek, a brazil,
az indiai és a dél-afrikai variáns, ezek lementek, okoztak nagyon erős megbetegítő képességgel bíró vagy rendelkező fertőzés hullámokat. Az omikron tulajdonképpen az ötödik hullám, erről azt kell tudni, hogy a fertőző képessége nagy, és pedig ez azt jelenti, hogy 3 nap alatt mondjuk 5-szörösére tudja növelni a megfertőzöttek számát, viszont a megbetegítő képessége alacsonyabb, és főleg a 2-szer vagy 3-szor beoltottak esetében az oltásnak köszönhetően is enyhébb tüneteket okoz, tehát egy kis orváladékozás, köhögés, enyhe láz, nehéz légzés, és esetleg olykor gyengébb izom és izületi fájdalmak. És éppen ezért, mivel ez az alacsonyabb fertőző képesség, illetve megbetegítő képesség áll fenn, az egész világon, Európában is, különböző országokban, Magyarországon is az omikron, az ötödik hullám megjelenése kapcsán enyhítő intézkedéseket hoztak. Mondjuk, hogyha Magyarországról beszélek, akkor ugye azt el kell mondani, hogy a oltási igazolvány február 15-től védettségi igazolványra alakul, és az a 18 éven felüli 3 oltással rendelkező ember tekinthető védettnek, illetve az a 2 oltással rendelkező honfitársunk, akinél a második oltás 6 hónapon belül volt. És az iskolákba bevezetik szintén a középiskolákba is, az alsóbb osztályokba is, a felsőoktatási intézményekben hasonló módszert, hogy mivel ezeknek a korosztályoknak is az oltását elkezdték, az iskolákba, hogyha megbetegedés van, akkor lecsökkentették a 10 napos karantént 5 napra, de csak a kontaktokra vonatkozik, és Magyarországon pedig a karantént a 10 napról 7 napra csökkentették le a munkavállalók esetében, de a 5 nap tünetmentes utána elmehet, ha maszkot hord végig a munkahelyére, miközben az következő 2 napon mindig PCR tesztel a negativitását igazolnia kell. Tehát itt tartunk most. Én azt gondolom, hogy erősítsük meg, hogy oltásra igenis szükség van, és hát legyünk türelmesek, más megoldás nincsen, és kövessük a szakemberek véleményét abban, hogy továbbra is figyeljünk egymásra, viseljünk maszkot, és így tovább. Annyit még, bocsánat, el szerettem volna mondani, hogy a legújabb hír, ami egy korszakváltást jelent az oltás elleni védekezésben, hogy tegnap előtt az Európai Gyógyszerügynökség szabad utat adott a Pfizer tablettának, tehát a szájon keresztül bevehető vírusellenes gyógyszernek, ami egy nagyon jó hír, egy rendkívül pozitív hír, és reméljük, hogy ez minél hamarabb szocializálható, használható lesz egyre nagyobb tömegek számára, és könnyebbé és biztonságosabbá teszi majd a vírusjárványok, mindenféle vírusjárvány elleni védekezést. Történjék így. No, a második témánk rövidebben, Magyarország adhatott otthont a kézilabda Európa-bajnokságnak, csőd kudarcot vallottunk, valljuk meg, hiszen az élen nem történt változás, az északi országok, mármint a Dánia, Svédország, Izland és Norvégia remekül szerepelt, és tudtuk azt is, hogy a franciák, illetve a spanyolok eredményesek, úgyhogy tulajdonképpen nem történt semmi különös. Ha csak azt nem vesszük, hogy a magyar válogatott csúnyán leszerepelt ez az Európa-bajnokságon. Számtalan olyan elemzést olvastam, amely ezzel foglalkozott. Én azt gondolom, hogy azért nekünk úgy kéne ezt röviden is megbeszélnünk, hogy az alapvető problémákról. És az alapvető problémát tetszik, nem tetszik, én abban látom, hogy a 2 élcsapatunk, a Veszprém és a Szeged tele van légiósokkal. A Veszprém és a Szeged mindig a Paris Saint-Germain-nel, illetve a Barcelonával ott van az európai élmezőnyben, a bajnokcsapatok Európa kupájában, tehát a BL-ben reális esélyük van, hogy nyerjenek a BL-ben. Ugyanakkor, ha nézünk egy meccset, fantasztikus színvonalas
csak éppenséggel a kézilabda rajongókon túl egy köznapi kézilabdát, magyar sportot szerető embernek fogalma nincs, hogy mely csapatokból érkeztek, hiszen alig-alig van magyar szó, függetlenül attól, hogy Veszprémben 5000-en vannak egy meccsen, Szegeden most már az új csarnokban is 4000 körül a nézőszám, de bizony a szintet a külföldi játékosok képviselik. Ezt egyébként Mocsai Lajos, a Magyar Kézilabda Szövetség tiszteletben elnöke, akivel utoljára értünk el ugye Londonban nagyszerű eredményt, olimpián is kifejtette, és igaza van. Mi a megoldás? Miként látod te magad sportkedvelőként, illetve gondolkodó sportkedvelő emberként? Hát el kell mondanom, hogy röviden összefoglalnám, hogy először is, hogy nagyon el vagyok keseredve. Sokan vagyunk így, hiszen sportszerető emberek vagyunk, mindnyájan különböző sportágakból 20 éveket sportoltunk, és mindennel, amit a felvezetőben elmondtál, egyet tudok érteni. Az volt az érdekes, hogy ugye férfi kézilabdában a legutóbbi nagy eredmény, ez egy olimpiai negyedik helyezés és egy világbajnoki ötödik helyezés volt. Most a célt az első 10-be való bekerülés, esetleg az első 6-ba belül bekerülés, való bekerülés szintjén határozták meg. Amihez mi nem szoktunk hozzá, mi idősebb generációk, hát ugye a női kézilabda válogatott volt olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, tehát azért egy kicsit máshoz vagyunk szokva, nem beszélve a 60-as, 70-es évek labdajátékainak eredményeiről, és én is ebben látom a problémát, de ez, amit most a Veszprémről és a Szegedről elmondtunk, a női kézilabdára, a női férfi kosárlabdára és kisebb részben a röplabdára, a női férfi röplabdára is, hogy a labdarúgásról ne is beszéljünk, érvényes. És valóban úgy volt most, hogy azt figyeltem, és még majdnem, hogy a fiam még írta a neveket is, meg a klubokat is, hogy az előbb általad felvázolt helyzetnek köszönhetően a férfi kézilabda válogatott bárkivel játszott, vagy a csapatok legnagyobb részével tulajdonképpen a válogatottak a saját kuptársaik ellen játszottak számos esetben. Volt nem csak horvát, szerb, montenegrói, hanem portugál és holland játékosok és német játékosok is. Ez az egyik. A másik pedig azt, hogy ezek a játékosok jobban ismerték a magyar válogatottnak nagyobb számban a játékosait, azoknak a mozgásait, a technikai adottságait, a kapusoktól kezdve a játék irányítón, a két átdobón és a szélsőkön beállókig mindenkit, ezért nagyon nehezen volt, lehetett játszani ellenük. A másik problémát, amit súlyosnak tartok, hogy tulajdonképpen az általad említett edző, de mindjárt példának is el fogom mondani, a Németh András óta tulajdonképpen színvonalas, mondjuk a Köttner, Danyi színvonalas rajtuk kívül magyar edző nincsen, mert a férfi és női kézilabdában is spanyol, német és skandináv edzőket hoznak, hát norvég edzője volt hosszú ideig a női kézilabda válogatottnak is, és a Győr a 38. meccsét nyerte meg egymás után a Bekbe, tehát a bajnokok ligájába, de a női kézilabda válogatottnak is az eredményei csak valamennyivel jobbak, de azért, mert a Fradi kézilabda, női kézilabda akadémiájában olyan munkát végeznek, hogy fiatal játékosokat neveltek fel, akik most már a nagy válogatottban is játszhatnak. Ha ez nem történt volna meg, akkor nagyon nagy baj lett volna. Egyetértek, hiszen ha belegondolunk, a Veszprémet vesszük elitnek a csúcson, az így is van. A Veszprémben ugye Lékai, és akkor majdnem ezzel már sokat, Ligetvári még ott van, de az oké. Okay. Szegedben ott van Mikler, Bodó, emellett még a magyar játékosok közül Bóka, Bendegusz, Hanu Szegon tudjuk kiemelni,
és vége. Az összes élcsapatunkban külföldiek játszanak. A magyarok pedig próbálnak külföldre igazolni, viszont sztárklubba nem mehetnek, bár most ugye a Ligetvári, ugye a Paris Saint-Germainbe került. Ez óriási probléma. Mint ahogy óriási problémák mondják a szakemberek, ugye említettél Német Andrást, ugye a Ferencvárossal fantasztikus sikereket érte, Mocsai Lajos a válogatottakkal, hogy nincsenek edzők. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy egy olyan felállásban irányították most a magyar kézilabda válogatottat, ami példátlan, mondom én, hiszen bár imádjuk, szeretjük Nagy Lászlót a múlt okán, ugye a szövetség szakmai igazgatójaként, és akkor Csema Rodriguez volt, aki a spanyol stílust meghonosította, és Gulyás István, aki egy remek játékos volt, tehát egy hármas tím irányította a csapatot, ami megint nem vált javunkra, mondom én. Igen, és a Nagy Lászlót illetően még azt szerettem volna elmondani, hogy fantasztikus játékos volt, nagyon nagyra tartom őző sportolói teljesítményét. Annak is nagyon örülök, hogy ő miután befejezte a kézilabdát, itthon szolgálja a magyar kézilabdát, és nem máshol. Viszont érdekesnek találom azt, hogy jó, azt, hogy sportigazgatónak kinevezzék, az rendben van. De néhány nap múlva már a kézilabda férfi szakágának, a Magyar Kézilabda Szövetség férfi szakágának elnöke volt, és már a világbajnokságon a magyar delegáció vezetője. Ezt én egy kicsit rövid idő alatt, kicsit soknak tartom, mert ezek a státusok, ezek a funkciók a különböző adottságokat feltételeznek, és nem biztos, hogy egy ilyen fiatal emberben, aki még ezelőtt másfél évvel kézilabdázott, ezek most mind megvannak, mert ehhez is tapasztalat kell. A másik pedig, azt tudjuk, hogy a magyar kézilabdában, a labdajátékokban, labdarúgásban is egy ilyen olyan struktúra van, hogy egymásnak adott esetben ellentmondható felfogások jelentkezhetnek, hiszen a labdarúgásban is van egy sportigazgató, akiről el szokták mondani, hogy mindig a taktikáért és az összeállításért szerepel. Igen, de ott van az edző és az aledző. Akkor az edzőnek is van egy alapvető játék felfogása, és akkor az egyszerű ember megkérdi azt, hogy akkor most ezeket egyeztetik, vagy kinek a játék felfogása szerepel, és még ott van a vezetőség, aki eredményt követel. Ez ugyanígy van tulajdonképpen a kézilabdában is. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok, és amit én a jövő megoldásának látok, az amit Németh Andrásról hallottam egy interjút, de a Váci napilapban olvastam is vele egy interjút, mert követem a Váci női kézilabdának az eredményeit, és megmondom, hogy miért. Azért, mert Németh András miután ő világra szóló eredményeket érte. Nem csak a Fradi Valsa női kézilabda válogatottal, hanem emlékezzünk, hogy valamikor az akkor a világ legjobb csapatát, a Hipót edzette 3-4 éven keresztül Ausztriába. Ami megint egy világra szóló dolog volt, hiszen nem akárkit hívnak oda meg, amennyi pénz volt, sem mennyi a világ legjobb játékosai, akkor ebben a klubban voltak. Most Vácon van, létrehozott egy... Van férfi és női akadémia, a női kézilabda akadémiát azt ő csinálja, vagy ő szervezi meg, és ő koordinálja az egészet. A Vác női kézilabda csapatában, amelyik nemzetközi kupával bejutott, csak magyar játékosok vannak. A srácok közül már 3 játékos van a magyar NB1-ben, 18-19 évesek. Továbbra is ezt a vonalat folytatják, és meg kell nézni azt, hogy egy ilyen nagy tapasztalatú ember, aki ragaszkodik a sportágához, szereti a tanítványait, hogy hogyan beszél a játékosairól, a magyar kézilabda jövőjéről, és a magyar kézilabda szükséges jövőjéről, és hogyan beszél a hazájáról és a közösségéről, és Vác városáról. Pedig a Vác mostani önkormányzati vezetésétől a kézilabda akadémia nem kap egy fillért se. Azért ezt kell tudni. Ez a jövő útja mindenképpen, mondom én. Ugyanakkor hát reménykedünk, hogy talán ezt tudomásul veszik
ha majd a vizsgálat elindul, hiszen tudjuk, hogy Pálinger Katalint és Nagy Lászlót felfüggesztették, mint a két alelnököt, hogy megvizsgálják, hiszen a női szakág is nagyon rosszul szerepelt a legutóbbi világversenyen. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm szépen. És kedves nézőink, azt ígérhetem önöknek, hogy ez a beszélgetés sorozat folytatódik, és mindjárt majd a következőben egy rendkívül érdekes témával, hiszen továbbra is a légiós hadról fogunk beszélgetni, mégpedig az első osztályú magyar labdarúgó bajnokságokán. Addig is kövessék figyelemmel a Fehérvár Televízió műsorait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!